Sziasztok! Én Winibrix vagyok, és hát ma a 6684-es rendőrautót fogom bemutatni. Igen, és mielőtt elkezdeném, annyit szeretnék mondani, hogy hétfőn azért nem volt videó, mivel hát nem értem rá, és már nem tudtam mit kirakni, szóval most egyszer kimaradt, de mindegy. Először is ugye a minifigurák. Az egyik az egy ilyen klasszikus rendőr. Ugye az ilyen fehér kalappa. És a másik egy motoros rendőr, aki már megpróbálom levenni. De erről eléggé... Jaj! Ups, inkább ezt így először, hogy ne essen. Baja. Szóval ezt eléggé nehéz leszedni. A másik minifigura, az ugye ez a motoros. Igen, őnek is sokkal egyszerűbb a nyomtatás a hasán, és ugye ilyen space-es sisakja van. Igen, ez itt a motoros. Jaj. Ez így. És azt hiszem ez a set valami 80 valahányból van. Pontosan már nem emlékszem. De szóval ezek itt a minifigurák, és ugye itt a motor, az ilyen pár darabos, de ami a legjobb része, az ez a golyóálló pajzs, amit egyszerűen ide be lehet csúsztatni. Igen, ugye itt van a police felirat, és igazából nem olyan, hát nagy, és hát egy ilyen kis motor. Na de az egész set fő része az a rabszállító, és ugye mielőtt belemennénk, ugye rabszállító, és ugye nincs hozzá rab. Szóval mondjuk lehet, hogy azért, mert igen, hát azért ez nem mindennapi látvány. hogy letartóztatnak, és hát úgy mosolyogsz, mintha semmi se történt volna. Szóval, hogy lehet, hogy ezért nem adtak akkoriban rabokat a szettekhez, de attól még furi. Na de... hát játékfunkciók vannak ám ebben. Hát kb. Minden szögből ki lehet nyitni. Ugye van itt ez a hátsó ablak. Van ez a oldalsó része, onnan betelted. Vannak ugye az ajtók. És ugye a tető, ahonnan beültetheted
a minifigurádat. Igen, itt van egy szék is. Ahova ugye be lehet ültetni, és pont még kalappal is belefér, és innen lehet nézni Mr. Boldogot. Ugye akkor ezt is beteszem. És ugye hát más játék funkció nagyon nincsen benne. Igazából annyi, hogy van a rabszállítókocsi és egy rendőr motor, ami védi, gondolom, közben. Hát, igen. Hát ja, többet nem tudok erről mondani. Nem a legnagyobb szett, de hát tudjátok, régen Lego nem csinált sok nagy szettet, inkább kis szettet csináltak. Bár, nem mindegy. Szóval ez volt a 6684-es renderautó. És hát én Winnie Brooks voltam, remélem tetszett, és hogyha igen, akkor iratkozzatok.